a frakció egyértelmű bomlasztásnak, a párt szétszakítási kísérletének tartja az egész platformalakítást. Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be a Jobbik szóvivője, hogy kizárták Dóró Dórát a frakcióból. Mirkóczki Ádám bizalomvesztéssel magyarázta a döntést, ugyanis szerinte Dóró Dóra azzal, hogy csatlakozott Toroczkai platformjához, legitimálta azt. Dóró Dóra Facebook oldalán azt írta, méltósággal tudomásul veszi, de megdöbbenti a bajtársaknak hit frakciótársak koncepciós döntése. Az ATV.hu-nak pedig arról beszélt, vélhetően nem lesz más választása, mint hogy elhagyja a pártot is, de a végleges döntést még nem hozta meg. Azt ígértem, hogy ha nem a Jobbik nyeri a választásokat, akkor én lemondok és benyújtom a lemondásomat. Már a választás éjszakáján lemondott Vona Gábor. A tisztújításon Schneider Tamás lett a befutó, Toroczkai László alul maradt. Ezután jelentette be, hogy mi magunk névvel platformot hoz létre. Ehhez csatlakozott a most kizárt Dóró Dóra. És akkor a stúdióban Dóró Dóra kezét csalkam. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogyan érte meg a kizárást? Hát megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy igazából semmilyen konkrétumot nem tudtak felhozni, amit okájul tudnának megjelölni az én kizárásomnak, és mégis így döntött a frakció. Méltósággal, ugye ezt a jelzőt használta, hogy méltósággal veszi tudomásul, ez ma már nem érvényes? De természetesen tudomásul vettem, ahogy egyébként a kongresszus eredményét is tudomásul vettem, mert például ezt hozták fel ellenem Gyöngyösi Márton frakcióvezető, hogy nem tudom elfogadni a kongresszusnak az eredményét, ez nem igaz. Ahogy megtörtént a szavazás, kihirdették az eredményt, és oda mentem mind Gyöngyösi Mártonhoz gratulálni, mind Schneider Tamáshoz, és még aznap este nyilvánosan is gratuláltam Schneider Tamásnak a Facebook oldalamon, tehát azt is tudomásul tudtam venni méltósággal, és ezt is természetesen méltósággal tudomásul tudom. Valaki akár a szavazás követően, vagy a döntést követően oda ment önhöz, elmagyarázta azt, hogy nézd Dóra, tulajdonképpen ezért született meg ez a döntés? Voltak ott a frakciülésen olyan indokok, amelyeket felhoztak velem szemben, csak egyik sem állja meg a helyét, illetve Mirkóczki Ádám szóvivó épp tegnap az ATV-ben ismerte el, hogy semmilyen fegyelmi vétséget nem követtem el, semmilyen etikai vétséget, mégis egy ilyen nagyon durva, úgymond a legdurvább büntetést alkalmazták velem szemben. Mert hogy ugye azért ezt nagyon sokan elmondták, hogy ezt most meg kell erősíteni, vagy sem, ezt majd itt nyilván el fogja nekünk mondani, de hogyha nem csatlakozott volna mondjuk a Toroczkai féle platformhoz, akkor ez a kizárás talán nem is született volna meg. Úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kázusz belli csupán, egyébként már egy politikai leszámolás zajlik tulajdonképpen a Jobbikban, de a platformmal kapcsolatban is azért azt el kell mondani, hogy az én szerepem és hozzáállásom mi volt ehhez a kérdéshez. Ugye 10 évvel ezelőtt már alakult a Jobbikban egy platform. Annak akkor semmilyen következménye nem lett azokra nézve, akik ehhez csatlakoztak, tehát úgy gondolom, hogy joggal gondoltam azt, hogyha akkor nem lett következménye, akkor ezt szabad most is megtenni. Akkor milyen platform ráadásul volt alakulóban? Akkor is egy hasonló helyzet alakult ki egyébként a tisztújítást követően, és igyekeztünk akkor is a csalódottaknak. De akkor is volt ennek a platformnak az élén? Nem emlékszem pontosan, hogy volt az élén. Igazából nem ez a lényege most a kérdésnek, hanem az, hogy ha akkor nem volt következménye, akkor ugyanezért a dologért most szintén én úgy gondolom, hogy nem lehet büntetni, hiszen nem változott az alapszabálynak az erre vonatkozó része. Tehát ön ezt tulajdonképpen akkor büntetésként éli meg? Hát természetesen. Hát nyilván a kizárás az a gyakorlatilag a legsúlyosabb büntetés. Tehát a platform, még egy gondolatot igen, ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani. Másrésztről én kiírtam nyilvánosan a Facebook oldalamra szintén, és elmondtam mindenkinek, hogy az elnökség úgy dönt, hogy a platformnak a működését nem engedélyezi, akkor én abból kiszállok. Tehát nekem nem az volt a célom, hogy megosszam a Jobbikot, hanem éppen az ellenkezője. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb célkitűzés az kellett volna, hogy legyen egy olyan szoros tisztújítási eredmény után, mint ami nálunk született, 22 emberen múlt tulajdonképpen, hogy ki most a Jobbik elnöke, ilyenkor a békére kellett volna törekedni. És ezen az oldalon, akik Toroczkai Lászlót támogatták, én abszolút a békére törekedtem, és igyekeztem megteremteni a párbeszéd lehetőségét. De hát ön egy tapasztalt politikus nem volt az ön számára, ez mégiscsak gyanús, hogy a frakcióból ön volt az egyetlen, aki letette a voksát a Toroczkai féle platform mellett?
miért lett volna gyanús? Tehát a pártnak a kongresszusa, a nagyszámok törvénye alapján a pártnak például. A kongresszusa a legfőbb döntéshozó szerv, és ott született ez a rendkívül szoros, még egyszer mondom, rendkívül szoros eredmény az elnök választás kapcsán. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor, amikor ekkora megosztottság van személyi kérdésekben is az egész pártban, akkor nem tanácsos tovább polarizálni a pártot, és nem jó olajat önteni a tűzre, amikor ezek a konfliktusok kialakulnak, hanem békíteni kellene, és a párt integritása, egyben tartása kellett volna, hogy mindenkinek a kezét és a gondolatait vezesse. Ha már ezt a kifejezést említi, akkor most egyben van tartva a párt, ön szerint? Hát én úgy látom, hogy egyáltalán nem. Tehát semmiféle párbeszéd nem zajlik a két oldal között, semmiféle olyan törekvés nincsen, hogy itt béke legyen, én úgy látom, sőt, sokkal inkább van egy kvázi etikai eljárások kezdeményezése, kizárási hullám. Igen, most mindenki egyelőre találgat, és azért jó, hogy itt is van a stúdióban, mert akkor innentől kezdve már nem kell találgatni, hanem személyesen is mondhatja nekünk, hogy akkor most mi lesz az ön mandátumával. Még nem döntöttem el, nagyon sok lehetőség van előttem, és igazából másfél napja született meg ez a döntés a frakcióban. Nem, semmiképp nem szeretnék elhamarkodott döntést hozni. Mi alapján mérlegel majd? Elképesztő az a nyomás, ami nehezedik rám azoknak a részéről, akik most csalódtak a Jobbikban és a Jobbik vezetésében. Másrésztről pedig Pongrácz Andrásnak az iránymutatása rendkívül fontos nekem erkölcsileg és morálisan. Ő tegnap Torockai Lászlóval közösen adott ki egy közleményt, amelyben arra kér, hogy a Jobbik eredeti szellemiségét továbbra is képviseljem az országgyűlésben. Ugye ő egy 56-os hős, aki a Sztálin szobor ledöntésében is személyesen is két kezével is szerepet vállalt, illetve annak a Pongrácz Gergelynek a testvére, aki 2003-ban a Jobbik zászlóbontásánál útjára indította a Jobbikot, mint pártot. Tehát ez egy rendkívül magas erkölcs és morális támogatás, nekem úgy érzem, és nagyon fontos figyelembe vennem azokat a szempontokat, amiket ő is elmond. Másrésztről pedig, hát a tegnapi napom az egy őrület volt, tehát ennyi levelet, ennyi telefont, ennyi üzenetet én soha életemben nem kaptam. Tegnap délelőtt folyamatosan csöngött a telefonom, percenként egy nem tudtam visszahívni se senkit, nem tudtam válaszolni a levelekre, annyi levelet kaptam. Tehát ez mindenképpen felelősséggel ruház fel. De akkor ezek szerint az is benne van a pakliban, hogy nem adja vissza a mandátumát, és akkor, hogyha mondjuk ez a forgatókönyv érvényesül, nem fél attól, hogy ellehetetlenítik majd a munkáját? Hát, hogyha ezt választom, hogy bent maradok az országgyűlésben, akkor független képviselőként fogok tudni dolgozni, és a független képviselőkre vonatkozó szabályok fognak rám vonatkozni. Nyilván mérlegelnem kell azt is, hogy ez az az út, amit szeretnék eljárni. Az is felmerült bennem, hogy teljesen kilépek a politika világából, és valami egészen más területtel fogok foglalkozni. Még nem döntöttem el, úgy gondolom, hogy nem vagyok az idő szorításában, és ez egy olyan döntés lesz, ami azért meghatározó az én életemre nézve is, meg azoknak az embereknek az életére nézve is, akik most számítanak rám, tehát mindenképpen szeretnék megfontoltan dönteni. Pongrácz András egyébként néhány napon belül Magyarországra érkezik, ezért mindenképpen szeretnék vele egy személyes találkozón is beszélgetni. Nem tudom, hogy ilyenkor például van-e egy belső órája egy politikusnak, amikor azt érzi, hogy hát azért ketyeg ez a bizonyos óra, és azért dönteni kell, mert azért valószínűleg, hogy el sem lehet a végletekig húzni, nem? Mármint egy döntés meghozatalát. Nyilván így van. Valamilyen határidőt szabott? Mivel még csak másfél napja történt meg ez a kizárás, ezért még nyilván nincs meg a döntés. Említettem, hogy néhány nap múlva találkozom Pongrácz Andrással, illetve június 23-án Ásotthalmon lesz egy rendezvény, egy zászlóbontó gyűlés, ahol szintén szeretném meghallgatni azokat, akik eljönnek oda, hogy hogyan látják a helyzetemet, és mit tanácsolnak, hogyan folytatni. Tehát ezek azok a mérföldkövek, amelyek mindenképpen befolyásolni fognak. Valószínűleg sokan feltették már azért önnek a kérdést, hogy politikailag vagy emberileg csalódott leginkább mondjuk a pártjában? Mind a kettő. Emberileg is nagyon nehéz helyzetben vagyok, hiszen egy olyan közösség zárt ki most magából, amely tulajdonképpen 13 éve az én közösségem volt, de nyilván vannak mások, akik pedig szívesen fogadnak és várnak, hogy csatlakozzak hozzájuk, és politikailag is nyilván csalódás ez nekem, hiszen semmi olyat nem követtem el, ami indokolta volna a kizárásomat. De lehet, hogy akkor be kellene azt látni, nem, hogy ez a néppártosodásos vonal, ez önnek nem tetsző, vagy nem ez az irányvonala, hanem inkább ezt a torockai féle radikálisabb vonalat képviseli, már pedig akkor
tényleg józan paraszt észre az ember, azt kell, hogy mondja, hogy akkor nekem nincs keresni valóm ebben a pártban. Itt nem arról van szó, hogy politikai nézetkülönbségek lettek volna, hiszen a néppártosodásban is én magam is részt vettem, és Torockai László is azt fogalmazta meg az elnökjelölti beszédében, meg az elnökjelölti szándéknyilatkozatában korábban, hogy a néppártosodás az az út, amit folytatni kellene. Nem politikai különbségről van szó, hanem egész egyszerűen egy politikai leszámolásról. Tehát azt nem szerették volna, hogy továbbra is a Jobbiknak a része legyen. Azt ugye még nem tudjuk, hogy ez egy folyamatnak a kezdő lépése, vagy egy egyszeri alkalom, de ön szerint a Jobbik sorsa mi lesz? Nem tudom, ezt nem szeretnék ezzel kapcsolatban különböző találgatásokba bocsátkozni, és nem is biztos, hogy most itt elegáns lenne, hogyha én elkezdeném a Jobbikot szídni, vagy... Ja, nem arra gondolok, hogy csak hogy szakad a Jobbik. Ja, e tekintetben, hogy jelentős mértékű hátrány fogja szenvedni, és jelentős, legalábbis lemorzsolódás lesz, azt mindenképpen látom. Tehát még egyszer mondom, ilyen mértékű felháborodással én nem találkoztam még a Jobbik történetében, mint ami tegnap árat tulajdonképpen felé. Nem akarom elkeseríteni, de hát minden csoda három napig tart, ugye ezt szokták mondani. De minden esetre, hogyha meghozza a döntését, akkor várjuk ide vissza a stúdióba. Köszönöm szépen. Köszönöm.